Idősebb Manzinger László 18 éven keresztül volt Uszály kormányos, az ez idő alatt szerzett élményeit osztotta meg a közönséggel. Végighajoztam a Dunát, Regensburgtól Izmaelig végigjártam a Dunát. Izmaertum lefele tengeri mérföldet írnak, és ott is már hajoztam tengeri mérföldön. Kokszot raktam Izmaerba, és azt vittem Törenkfurba. Uszály kormányos voltam. Amikor először hajoztam, mint Uszály kormányos, akkor mentem le Aldunára, mert fönt Bécsig hajoztam, Pest meg Bécs között hajoztam. És akkor mentem le az Aldunára. Ott láttam először, hogy az uszályokat mozdon húzza fő csatornába. A vaskaput, ám mindenki azt emlegeti a vaskaput, ez egy hajó volt, az volt a neve, vaskapu. És így lett vaskapu ottan. Az segítette át az esésen, a vízesésen az uszályokat. Drótkötéllel húzta magát előre. Ezen kívül természetesen a gobelini varrásról is mesélt, hiszen nemrégiben kiállítása is nyílt. Hajózásnak próbáltam meg először télen, teletem Csepelen. Akkor hát ráértünk ott a telelésben, különben műhelybe álltam, hogy javításra vártam, és akkor kimentem a Csepelen, a boltokat megnézegettem, és akkor láttam azt a goblent varrást. És akkor ott utána megkezdtem a varrást, és azóta beleszerettem ebbe a varrásba. És akkor így nagyon sok tépképeket csinálgattam. Már volt kiállításom, Pesten is voltam kiállításom, és Fábri műsorába. Azt is megosztotta, hogy Fábri Sándor is belevart az utolsó vacsorába, ennek pedig örökre nyoma is maradt a képen. Szőke Anikó ezúttal magánemberként jelent meg, úgy, mint a gasztronómia szerelmese. A gasztronómiáról lesz majd szó. Én bízom benne, hogy be fog szivárogni majd a Schnitta Sámuel Egyesületnek a tevékenysége, ahol régióelnökként tevékenykedem, illetve az iskolai, a vendéglátó iskolának a tevékenysége is meg fognak majd jelenni. Az alapítvány fölkarolja tehetséges diákokat, illetve a szakmát erősíti, és összefogja a szakmában dolgozókat, vendéglátó egységeket, vállalkozásokat. Azért, ha már lehetőség nyílt rá, természetesen az oktatás is szóba került. Igen, a Komáromi úrral már volt egy beszélgetésünk, és nagyon kíváncsi arra, hogy mit lehet tanítani a vendéglátó iskolába, és erről biztosan szó lesz majd. Hogy itt a viselkedéskultúra, az etikett, a protokollszabályoknak a megléte, azoknak a helyes használata, a vendégekkel való kommunikáció, a felszolgálási módok, a különböző ital-ismeretek, a rendezvényekkel kapcsolatos teendő fognak biztosan szóba kerülni. Végül, de nem utolsó sorban a flambírozás művészete került terítékre. A vendéglátáson belül, még a hagyományőrzésképpen a flambírozás, mint művészetet biztosan érinteni fogjuk, hiszen ez egy versenyszám is volt pár heted Faddomboriban, Donotika Hotelben, ahol nemzetközi versenyt szerveztünk, és ennek apropója is, hogy akkor a flambírozó állványt itt bemutatom, és erről egy pár szót majd beszélgetni fogunk. Az esti jó hangulatban telt az egyébként pocsék idő ellenére is.